A jubileumi műsort a Karcagi Néptánc Együttes művészeti vezetője Major János rendezte. A Karcagi Bíjana Bolgár Néptánc Együttes hosszú ideje kimagasló szolgálatot végez a kultúra, valamint az oktatás és nevelés területén, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy tagjai között a generációs perspektíva teljes tárháza megtalálható. 20 év tartalmas, gazdag történetének újabb kiemelkedő mérföldkövéhez ért el a Karcagi Bíjana Bolgár Néptánc Együttes. Az eddigi számtalan külföldi fellépés és fesztivál mellett, köztük Bulgária, Szerbia, Görögország, Szlovákia és Románia, együttesünk olyan hazai, kiemelkedő nívós fesztiválokon és rendezvényeken is szerepelt már, mint a Debreceni Virágkarnevál, a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál, a Sziget-Szentmiklósi Summerfest, a Balkán Hangja Fesztivál, a Savele Kulturális Fesztivál és a Jászberényi Csángó Fesztivál. Utóbbi Magyarországon egyedülálló rendezvény, amely a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitástudatának erősítése érdekében. Több mint 600 fellépő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és vajdasági hagyományőrzők mutatkoznak be, de ott vannak a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek képviselői is. 20 év nem kevés idő. A tánccsoport hosszú ideje kimagasló szolgálatot végez a kultúra, valamint az oktatás és nevelés területén, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy tagjai között a generációs perspektíva teljes tárháza megtalálható. Az együttes tagjai a Karcagi Nagyhun Református Gimnázium jelenlegi és volt tanulói, öreg diákjai, tanárai. Szerencsére mindig volt köztünk a bolgár kultúra iránt olyan kitartóan elkötelezett személy és személyek, akik folyamatosan életben tudták és tudják tartani a csoportot. Az együttes 20 éves működése óta több mint 80 táncos szerepelt a csoportban. Köszönjük mindannyiunk kitartó, lelkiismeretes munkáját. Hálás szívvel köszönjük meg a kedves szülők belénk vetett bizalmát, reméljük, hogy nem csalódtak bennünk. A közösség célja, hogy közelebb hozza, megismertesse a magyarországi bolgárság mindennapi kultúráját, hagyományát, művészetét. Ennek fő eszköze a bolgár néptánc bemutatása. A közösség folyamatosan szervez, illetve vesz részt olyan rendezvényeken, melyek hazánk kulturális sokszínűségét, a nálunk élő nemzetiségek kulturális repertoárját, hagyományait, örökségeit mutatják be. Az együttes tagjai a Karcagi Nagykun Református Gimnázium jelenlegi és volt tanulói, öreg diákjai, tanárai. Szerencsére mindig volt köztük a bolgár kultúra iránt olyan kitartóan elkötelezett személy és személyek, akik folyamatosan életben tudták és tudják tartani a csoportot. Az együttes 20 éves működése óta több mint 80 táncos szerepelt a csoportban. A közösség célja, hogy közelebb hozza, megismertesse a magyarországi bolgárság mindennapi kultúráját, hagyományát, művészetét, melynek fő eszköze a bolgár néptánc bemutatása. A közösség folyamatosan szervez, illetve vesz részt olyan rendezvényeken, amelyek hazánk kulturális sokszínűségét, a nálunk élő nemzetiségek kulturális repertoárját, hagyományait, örökségeit mutatják be. Az est fővédnöke Varga Szimeon, a Magyarországgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója is köszöntötte az egybegyűlteket és gratulált ehhez a jelentős mérföldkőhöz. Kiemelte, hogy az elmúlt 20 évben a Néptánc Együttes be tudott kapcsolódni a bolgár vérkeringésbe. Országosan és határon túl is nagyon sokan elismerik és ismerik őket. A gála zárásaként a bíjanások megköszönték a segítőiknek, köztük Pántildikó önkormányzati képviselőnek az eddigi támogatást.